A nyári főszezonnak számító júliusban annak ellenére is jócskán drágultak a szállodák tavalyhoz képest, hogy a koronavírus járvány miatt kevesebb vendégük volt, jelentősen növekedett a szállodai árak. A szállodák júliusi 29 milliárd forint bruttó árbevétele így is 42%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Derült ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége legfrissebb ágazati elemzéséből, amit televíziónkhoz is eljuttattak. Az elemzés idézi az STR Globál Társaság legfrissebb nemzetközi összevetését, amely szerint a kelet-közép-európai régióban Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia a nettó mutató, ami egy kiadható szobára jutó szállásdíj bevételet tekintve 23 euróval Magyarország a harmadik helyen végzett. Ausztria 33 és Szlovákia 26 eurója mögött. Lengyelország 21 és Csehország 16 eurója előtt. Az elemzésben idézett adatok szerint júliusban országosan 14%-kal, a balatoni régió működő szállodáiban 39%-kal nőtt a nettó átlag. A szobaár az egy évvel korábbihoz képest és minden magyarországi régióban emelkedést mértek. A legnagyobb 39%-os növekedést a Balatonnál érték el, ahol 26.338 forint lett a nettó átlagos szobaár. A második az Észak-Alföldi régió, ahol 36%-kal 18.753 forintra nőtt a szobaár. Az elemzés szerint júliusban főleg vidéken nyitottak újra a szállodák. A fővárosban a hotelek közel egynegyede maradt zárva. 160 nyitott ki a tavalyi 210-zel szemben. Júliusban a szövetség adatai szerint országosan 902 szálloda üzemelt a múlt évi 1051-jel szemben. Július végéig Magyarországon kettő új szálloda nyílt, az Avar Hotel Mátrafüreden 96 szobával, és a Ramada Budapest City Center Hotel 52 szobával. Kitértek arra a közleményükben, júliusban a vendégészakák száma országosan 42%-kal, Budapesten 83%-kal, a balatoni régióban 25%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 22%-kal marad el a múlt évitől. Egyedül térségünkben a Tiszatavi régióban nőtt a szállodai vendégészakák száma összesen 11,5%-kal. Az elemzés szerint a belföldi keresletben meghatározó szerepet játszó szép kártyaforgalma júliusban 5,2 milliárd forint volt, 29%-kal több a tavainál. Az első hét havi 12,8 milliárd forint viszont 6,1%-kal kevesebb annál. A januártól júliusi szép kártyaforgalom a belföldi szobaárbevételek csaknem 40%-a. Július végéig a 10 legnagyobb beutazópiac mindegyikéről csökkent a szállodai vendégészakák száma.